halálunk után nem mentegetőzhetünk Isten előtt, hogy nekem nem szólt senki. Ugyanis sokak, köztük Szent Henry Newman is figyelmeztetett már 1866-ban kiadott beszédében is. Idézem. Ördögi szövetség jött létre napjainkra, mely szerte az egész világról felsorakoztatja a maga szállást csinálóit, megszervezi magát, intézkedik, behálózza Krisztus egyházát, és általános hitehagyást készít elő. Hogy ez a hitehagyás majd az Antikrisztus megjelenéséhez vezet-e, vagy valami még késlelteti azt, ahogy az már oly régen történik, nem tudhatjuk. Az azonban biztos, hogy ez a hitehagyás a maga összes jelével és eszközével együtt a gonosztól van, és a halál ízét árasztja. Távol legyen tőlünk, hogy megtévesszenek a szép ígéretek, melyekbe a sátán a mérgét rejti. Gondoljátok, hogy olyan ostoba lenne, hogy nyíltan és egyenesen fogja kérni, hogy csatlakozzatok az igazság ellen viselt háborújához. Dehogy! Csalival próbál megejteni. Polgári szabadságjogokat kínál. Egyenlőséget ajánl, kereskedelmet és vagyont, az adók elengedését és reformot. Így rejti el, mire is készül valójában. Később 1879-es beszédében így folytatja. Soha nem volt annyira szükség az Anyaszentegyháznak olyan emberekre, akik küzdenek a vallási liberalizmus szelleme ellen, mint ma, amikor, ó jaj, e tévedés az egész földet csapdába ejti. A vallási liberalizmus ugyanis az a tan, amely szerint nem található pozitív igazság egyik vallásban sem, hanem az egyik hitvallás épp oly jó, mint a másik, és ez a tanítás sajnos nap-nap után erősödik. Egyetlen vallásról sem tudják elfogadni, hogy igaz legyen. Azt tanítják, hogy valamennyit meg kell tűrni, hiszen pusztán véleményekről van szó. A kinyilatkoztatott vallás nem igazság, hanem érzés és ízlés dolga, és az ember egyszerre járhat protestáns és katolikus templomba, és mindkettőből okulhat, holott egyikhez sem tartozik. Idézetek vége. Elgondolkodtató. A Szent Bíboros így fohászkodott. Szentséges és halhatatlan Isten, add, hogy hitemben erős és kitartó legyek. Könyörülj rajtam.